Ma reggel is jó reggelt kívánok! Ha Kunszent Miklósra utaznak a hétvégén, péntektől vasárnapig részt vehetnek a Szent Miklósi napokon. Holnap délben ünnepélyes zászlófelvonással és Kiskun kapitány avatással kezdődik a program. Sportvetélkedő, koncertek, festmény, fotó és dokumentum kiállítások, huszár bemutató, labdarúgó, kupa, birkafőző verseny és sorolhatnám még. Érdemes inkább a saját szemükkel látni és átélni mindezt Kunszent Miklóson. Ha viszont Haluska fesztiválra vágynak, szombaton kerekedjenek fel a Nógrád megyei Vanyarcra, ahol több mint fél száz féle haluskát kóstolhatnak meg. Ja, lehet, hogy nem tudják, mi az a haluska? A Tóth atyafiak és a jópalócok kedvenc eledele, de még Mikszát is szívesen kóstolta. Ez a strapacska. Szombaton haluska evő verseny is lesz, és idén is várják a haluska nevűek jelentkezését Vanyarcon. A bükki, vadas és boros napokat is ezen a hétvégén tartják. Mester szakácsok étlapjáról válogathatnak, lesz muflon és vaddisznó pörkölt, narancsos ősztokány, roston sült lilafüredi pisztráng, melléjük kitűnő egri és tokai bor. Szőlőpréselés, kádártánc bemutató, népművészeti vásár, könnyűzenei koncertek is várnak mindenkit a Diósgyőri várban. Doppler Károly halálának 110. évfordulójára rendezik meg 10-én és 11-én a Rádai Kastélyban a Péceli Fuvola Fesztivált. A pénteki megnyitott szombaton 11-kor és délután 5 órakor koncertek követik. Igazán különleges helyszín, csodaszép muzsikával. Civitas Fortissima, Balassagyarmat a legbátrabb város. A Magyar Motorkerékpár Szakközépiskolai Szakiskola csapata 2009-ben felébresztette Csipke Rózsika álmából a 70-es évek balassagyarmati városi motorversenyek hagyományát. Most hétvégén folytatódik az őrület. A programokhoz jó szórakozást kívánok, holnap új ajánlatokkal jövök a viszontlátásra.